Köszöntöm nézőinket, Önök a Híradót látják itt a TV Szentendrén. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Hiba elhárítás, forgalmi dugó alakult ki délelőtt a 11-es számú főúton Budapest felé. Tavaszi takarítás, két üzemben végzi a városi szolgáltató a zöld hulladék elszállítását. Aki vért ad, életet ad, véradást tart a Vörös Kereszt a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban. Egy személygépkocsi motor tere égett tegnap délután a 11-es főút 16-os kilométerénél Szentendre térségében. A helyszínre a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két vízsugárral eloltották a lángokat. Az elsődleges információk szerint senki sem sérült meg. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, hiba elhárítást végez a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT 2019. március 6-ától a 11-es számú főút Szentendrei szakaszán a főváros felé vezető oldalon a rendőrkapitányságnál a külső forgalmi sáv lezárásával. Az aknafedlapok javítása miatt ma a reggeli órákban Szentendrén a 11-es főúton a buszpályaudvarnál a külső sávot rövid szakaszon lezárták, ezért jelentős forgalmi dugó alakult ki délelőtt Budapest felé. Véradást tart a Vörös Kereszt a Hanvas Béla Pest megyei könyvtárban 2019. március 13-án szerdán 10-től 18 óráig. A véradóknak lakcímkártyával és tojkártyával kell a helyszínre érkezni. Aki vért ad, életet ad. László Gyula élete és munkássága. Ezzel a címmel hirdették meg a Szentendre Szalon soron következő előadását, melyet idén harmadik alkalommal rendeztek meg a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár olvasótermében. Az előadó ez alkalommal 100 éva volt. A régészet legfontosabb társtudománya a történettudomány, amely a régészek kutatási eredményeit is felhasználja a történelem feltárásához. Az előadás László Gyula egész életművének taglalása mellett rövid, vázlatszerű összefoglalásban áttekinti a régészet tudományának múltját és jelenét. Ez a második előadásom itt a Szentendrei könyvtárban, és arra számítok, hogy olyan sikere lesz, mint az elsőnek, ami Bakta Jervinről szólt. László Gyulának a munkássága nagyon sok mindenre terjed ki, de én nem csak ővele foglalkozom, hanem a régészet, a külföldi régészet és a magyar régészetnek a nagyjai, az elfeledett nagyjaira is ráterelem a szót. Szeretném, ha a régészet olyan értelemben jönne a köztudatba, hogy ez nem egy elvont tudomány, és nem csak egy terepi tudomány, hanem ez egy olyan tudomány, tudományág a történettudományon belül, amelyik a legizgalmasabb része az emberi történelemnek. Egyáltalán hogy éltek őseink, hogy éltek, milyen civilizációs körülmények között, milyen tárgykultúrával. László Gyula is erre volt kíváncsi, az őshaza kérdésére, a kettős honfoglalás elméletére. Számtalan olyan kérdés merült föl benne, amire sajnos ő sem tudta megadni teljesen a választ, és valószínűleg az eljövendő régész generációk sem fognak tudni biztos válasszal megválaszolni a múltnak a nagy kérdéseit. Nagyon nehéz szelektálni. És főleg az elsődleges szempont számomra az, hogy olyan egyéniségek legyenek, akik nagyon nyitottak az életnek minden területére. Nem csak a saját tudományágukkal foglalkozzanak, hanem egyben művészek legyenek, hiszen László Gyula remek portrérajzoló volt, és olyan kézirat magángyűjteményt állított össze hobbiként saját maga, részben saját maga szórakoztatására, aminek párját ritkítani nem lehet. A régészetet a történettudomány nyelvészet és művészet történet eszközeivel ötvözi például az egyiptológia és az asszírológia. Magyarországon régészetet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanítanak. 100 évának egy-egy ilyen vagy ehhez hasonló előadásával a legfőbb célja, hogy megőrizzük a múlt nagyjainak munkásságát és hagyományrendszerét.
ezzel a tudásanyaggal egy kicsit a saját jellemünket, a saját emberségünket is átformálni tudjuk. Minél jobban belemerül az ember egy sokoldalú, nyitott gondolkodású tudósnak vagy művésznek az életébe, annál gazdagabb lesz a saját élete is, és annál nyitottabb lesz számtalan dolog befogadására, amivel az élet minket megajándékoz. Kértem a könyvtár munkatársait, és nagyon-nagyon köszönöm, és hálás vagyok nekik itt, mert minden tekintetben maximálisan segítettek, hogy olyan László Gyulát bemutató és a magyar régészetet, a külföldi régészetet is megemlítő munkák, kézikönyvek kerüljenek az asztalra, amik részben itt kölcsönözhetők is, részben pedig itt helyben olvashatók. Életkortól teljesen függetlenül idősebbeket, fiatalabbakat, és ha lehet azt mondani, még talán gyermekeket is, mondjuk így olyan 10 éves kortól fölfele, hiszen iskolákban is elviszem ezeket az anyagokat, és az iskolákban is elég nagy sikerrel próbálom tudatosítani a fiatalabb generációban, hogy mennyire fontos a nagy tudósaink, a nagy művészeink életsorsának az ismerete, hiszen ez az ő tudásukat is fogja gyarapítani. Nagyon köszönöm a könyvtár igazgatójának és a könyvtár többi munkatársának, hogy ebben segítséget nyújtott nekem. László Gyula, hadd egy személyes élményt hadd osszak meg önökkel. 6 éves koromban édesapám elvitt Aquincumba, és mutatta, akkor még nem volt ilyen mértékű restaurálás van része Aquincum romvárosának, ahogy ma látjuk, vagy ahogy oda a turisták ma elvándorolnak. Az egyik fal részre csak úgy föl lehetett mászni, fölálltam, és valami furcsa érzés azt mondta, hogy te itt most legalább 8-10 ezer évet ölelsz át. 6-7 éves lehettem. Ez az érzés végig kísért a mai napig, hogy engem annyira érdekel a történelem, és annyira érdekel a múltunk, az emberiség múltja, hogy valószínű régész lesz belőlem. A Szentendre Szalon előadására ez alkalommal is ingyenes volt a belépés. Felhívást tett közzé a városi szolgáltató a zöld felületek tavaszi takarítására. Az összekészített zöld hulladékot két ütemben, március 23-án és 30-án szállítják el a házaktól. Az első ütem időpontja 2019. március 23-a, mely a Püspökmajor lakótelepet és környékét, Pannonia telepet és a belvárost, valamint Izbék területét érinti. A második ütem időpontja 2019. március 30-a, Pismány és Boldogtanya körzetét érinti. A kerti zöld hulladékot zsákokban szállítják el, illetve darabolva. A zsákokba helyezhetők lomb, fa, bokor és nyesedék, nyírt fű, gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva, maximum 1 méter hosszig, két helyen összekötve helyezzék a zsákok mellé. A kerti zöld hulladékot legkésőbb az ütemtervnek megfelelően szombaton reggel 6 óráig helyezzék ki. A késve vagy nem megfelelő módon kihelyezett zöld hulladékot nem szállítja el a szolgáltató. A Szentendrei Gyermekorvosi Rendelőben dr. Hernádi Emil március 7 és 11 között nem rendel. Helyettesítés az alábbiak szerint várható. Március 8-án 8-tól 12.30-ig dr. Szakolcai Anna Mária, 12.30-tól 17 óráig dr. Por László, március 11-én 8-tól 12.30-ig dr. Szakolcai Anna Mária, 12.30-tól 17 óráig dr. Por László rendel. Hazai pályán fogadta a Szentendrei NKM az Orosházi NKC csapatát az elmúlt hétvégén. A női kézilabda NB1/B felnőtt bajnoki csoportban vívott mérkőzés végeredménye 25-24 lett. Ennek köszönhetően a szentendrei lányok +2 ponttal zárták a mérkőzést.
A bajnokság rendszere az évek alatt többszöri változásokon ment keresztül. A jelenleg működő rendszerben a szezont két részre osztják. Az első a 22 fordulóból álló alapszakasz, ahol a résztvevő 12 csapat körmérkőzéses rendszerben küzd meg egymással. Ezt követi a rájátszás, ahol a tabellát két részre bontják. Az Orosháza ugye előttünk van, mert nekik 8 pontjuk van. Mi itt hátul küzdünk a hátsó hármasba, de ugye nekünk ez nagyon kellett, és ugye 8 góllal kellett volna, és ugye a szünetig meg is volt a 10, sőt meg a második fél idő 6-8-10 percében a 11 is, és aztán onnantól kezdve ugye egy kicsit hozzuk az őszi problémáinkat, hogy igazából összeraktunk egy nagyon jó csapatot, csak ugye újak, és nagyon sokat veszítettek ősszel, és ugye valószínűleg már van bennük egy ilyen fóbia, és így sikerült nekik 11 gólról egy olyan meccset játszani, ahol egyen nyertek. Végül is nyertek, kellett volna a 8 gól, mert ugye egy picit ilyen furcsa helyzetben vagyunk, mert hátul van a Balmaz, a Kisszeged, a Szentendre, nekünk volt 3, egyiknek 4, másiknak 2, ugye mi úgy terveztük, hogy a tavaszi 6 itthoni mérkőzésünket azt hozzuk, de sajnos az első a Göd átkerült ugye Kalászra, és amit arra a meccsre kitaláltunk, az annulálódott. Hát most próbálunk összeszedni egy 14-16 pontot, és nagyon, nagyon reméljük, hogy nem lesz problémánk. Hát ugye a problémánk alapja az, hogy keleten vagyunk, nyugaton ott valószínűleg az 5.-7. hely közepén lennénk valahol. A téli felkészülési meccsek ezt mutatták, tehát hogy nagyon kényelmesen le tudtuk győzni a túloldal csapatait, de nekünk itt kell bennmaradni, úgyhogy elég nyűgös lesz. Most megyünk a Vasashoz, aztán jön a Kecskemét, utána Szent István, a bajnok esélyes idegenbe, és utána jön 3 olyan meccs, amit élethalál is hoznunk kell. És remélem, hogy most elindultak a lányok valamilyen úton, aztán majd jobb lesz. A szentendrei NKE csapatát ez alkalommal is erősítette Víg Patrícia, aki bár bal és jobb átlövőként játszik a városi csapatban, most irányító volt. Tudni kell, hogy mi a kiesés ellen küzdünk, tehát nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezt a 2 pontot hazai pályán megszerezzük. Ezért az edzőink is nagyon felkészítettek minket, tehát már a hétfői edzésen az Orosháza játékára készültünk, és én úgy gondolom, hogy ezt az első fél időben, vagy az első 35 percben tökéletesen véghez vittük azt, amit egész héten gyakoroltunk, és az edzőink, amit kértek tőlünk, ezt ugye az eredmény is mutatta. Viszont ugye szorosra sikerült a vége a meccsnek, és úgy gondolom, hogy egy kicsit elfáradt a csapatunk fejben, de összeszedtük a végét, és ugye azért tudtunk győzni. Hogyan szoktatok felkészülni videók alapján? Nézitek a meccseket, vagy elemzitek a játékosoknak? Mindenféleképpen videó alapján, heti 2-t, közösen is videózunk ugye az edzőinkkel, az edzőink külön is megnézik, és a kapusaink ugye kapus edzővel. Mindig meccsről meccsre készülünk, úgyhogy a jövő heti fordulóra koncentrálunk. Én úgy gondolom, hogy mindig eljutottam ugye az ígyszerig, amit ugye beszéltünk, meg próbáltam teljesíteni, amit kértünk, de nem ment nekem ma a játék. Tehát nagyon sok kapufát lőttem, a visszahúzottakat lőttem, amit megbeszéltünk, hogy az egyenesbe kellett volna, úgyhogy utána próbáltam arra koncentrálni, hogy a csapatnak tudjak segíteni a játékommal. Szerintem ők egy nagyon hajtós csapat, és ők is felkészültek belőlünk, tudták, hogy mit fogunk csinálni. Úgy gondolom, hogy az elején egy kicsit belealudtak abba, hogy mi ugye 10 góllal elkezdtük a mérkőzést, de egy nagyon küzdős és nagyon hajtós csapat, amit bebizonyítottak a második fél időben. A szentendrei NKE legközelebb március 16-án, szombaton 11 órakor lép pályára Szentendrén, a Móricz Zsigmond gimnázium tornatermében. Végül a várható időjárásról. Pénteken is gyakran megnövekedhet a felhőzet, a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett elszórt futózáporokra is számítani kell. A nyugati-délnyugati szél több helyen élénk lesz. Délután 14-20 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Véradást tart a Vörös Kereszt a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban 2019. március 13-án 10-től 18 óráig. Az összekészített zöld hulladékot két ütemben március 23-án és 30-án szállítják el a házaktól. László Gyula élete és munkássága. Ezzel a címmel hirdették meg a Szent André Szalon soron következő előadását.
Ez volt már a Híradó itt a TV Szentendrén. Ha tehetik, maradjanak velünk, mert hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Ha még több helyi híre kíváncsiak, nézzék meg a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat, és ahogy ezt már tudják, Facebookon is csatlakozhatnak hozzánk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!